Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Milyen döntést fog hozni, ezt megtekintjük most ennél a három kérdőjeles jóslásnál. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt megtekintjük most ennél a kirakásnál. Ezen a képen látható egy fiatal fiú, az lehet az ő fia, és ezen ő elgondolkozik, hogy milyen legyen a kapcsolat kettőjük között, viszont a kártyáknak szimbolikus jelentése van, és ez a fiatal férfi utal újdonságokra, egy új kezdetre, új lehetőségekre, mégpedig ez bekövetkezik hamarosan. Ez alatt azt értem, hogy azt, amit ő tervez, azt szeretné hamarosan megvalósítani. Itt miről van szó? Ez a fiú mutatja, a kezében van ez az arany érem. Ez utal anyagi dolgokra, a munkahelyére, itt lehet egy munkahelyi változás, egy új kezdet, amit ez az arany érem még jelent, ezek az értékek, és ide tartoznak a belső értékek is, és az azt jelenti, hogy te értékes vagy számára, és odafigyel rád, mint ahogy szimbolikusan ez a kártya erre utal. És most megtekintjük a következő kártyát, ami mutatja az ő érzelmeit. Ezen a képen a kettes szám látható. Az utal rád és őre. Tehát itt egy párkapcsolatról van szó. Mielőtt közeledik hozzád, így befele tekint, eltöpreng azon, hogy tudná kimutatni az érzelmeit. A háttérben még látható ez a szürke felhő, ami a félelmekre utal, meg a bizonytalanságokra, de azt el kellene ezzel a karddal vágni, tehát áttenni magát ezeken a félelmeken. Amit ez a kártya még jelent, hogy fontos döntéseket fog hozni. A harmadik kártya azt fogja mutatni, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Itt szeretném megemlíteni, hogy kérhettek tőlem egy személyes jóslást is álnéven, a díjam 3500 forint, és az információ az ott van lent az infoboxban, és most megtekintjük a harmadik kártyát. Mit közöl veled? Ezen a képen a 8-as szám utal egy ilyen húzavonára, és a múltra. Ez most így befejeződik. A képen a kelyhek láthatóak, ezek a kelyhek szintén a múltra utalnak, hiszen ez a hölgy itt hátat fordít, keres egy új irányt. A kelyhek utalnak az érzelmekre, de itt szomorúság van. Itt ezek a kelyhek tele vannak könnyekkel, mert ez a könnyek mezejét mutatja. Itt le lesz zárva a múlt. Amit ő közöl veled, zárjuk le a múltat. Keressünk egy új irányt, egy új lehetőséget, egy új kiutat közösen. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez egy meglepetés, gyakran utal a megoldásra. A második képen láttuk azt, hogy ő befele fordul. Akkor is, ha a képen egy hölgy látható, a kártyáknak szimbolikus jelentése van, és utalt az ő érzelmeire. A kezében vannak a kardok, ami utal döntésekre.
És az azt jelenti, hogy ő a közeljövőben fontos döntéseket fog hozni. És most rátérek erre a negyedik kártyára. Itt láthatunk egy elegáns hölgyet, és ez szimbolizál téged. Te állsz itt a középpontban. Ő odafigyel rád, hozzád fordul, és ez a döntés azt jelenti, hogy téged választ, vagy hallgat arra, amit te közölsz vele, mert te fontos vagy, a te véleményed is nagyon fontos számára. És én kívánok neked még egy szép napot, szeretettel, Dendera